Sziasztok, Júlia vagyok, a Lifestyles 2 Egyesület egyik alapítója és társelnöke. Rajtam kívül itt van még Viki, a kamera másik oldalán van, ő a Lifestyles 2 Egyesület másik alapító tagja és a másik társelnök. Azért vagyunk ma itt, hogy segítsünk nektek, ha éppen kori vásárlás előtt álltok. Mik a legfontosabb szempontok görkorcsolya vásárlás esetén, mire figyeljünk? Kétsoros görkorcsolyánál kell figyelni a szármagasságára, a sarok méretére, felfüggesztésre és későbbiekben a kerekekre és az orrfékekre is. Milyen főbb típusai léteznek a kétsoros görkorcsolyának? A legszembetűnőbb különbség közöttük általában az, hogy van-e sarka, illetve hogy nincsen. Az általános használatra azt szoktuk javasolni, aminek van egy pici emelt sarka, magasított a szára, ez kezdőknek is különösen jó, mivel tartja a bokájukat, nem fog így oldalirányba kimozdulni tőle, illetve a sarok miatt egy kicsivel könnyebb az egyensúlyukat is megtartani. Ezzel szemben van a sportosabb megjelenésükor is, ennek már nincsen sarka. Amelyiknek nincsen sarka, azzal egy kicsit könnyebben hátra lehet esni, kimegy az ember alól, de egyébként ízlés kérdése, hogy melyiket választjátok. Ha a sarokkal ellátott műkori jellegűről esett a döntés, ebből van a legnagyobb választék. Nagyon kényelmes is, most az új típusúaknak már ilyen van bérése, illetve merevített az oldal része, nagyon jól fogja fogni a bokát, amíg boka melletti izmok meg nem erősödnek. Már mutattam a műkori jellegűt, mutattam a sportcipő jellegűt, de azért jó, hogyha tudjátok, hogy van egy másik típusú kori is, ez a derbikori, aminek egyáltalán nincsen már magasított szára. Ez a derviseknek azért jó, mert nem korlátozza őket a mozgásban, illetve ez a fajta kori eléggé strapabíró, hogy túlélje azokat az edzéseket, amiket ők szoktak tartani. Milyen előnyei vannak a kétsoros görkorcsolyának? A kétsoros görkori egyik előnye, hogy stabilan fogja a bokát is, ezáltal nem fog oldalirányba kimozdulni a lábatok. Fordulékonysága miatt is nagyon szokták kedvelni, illetve hogy nagyon szép. Egyedivé tudjátok tenni különböző kiegészítőkkel, amit választatok hozzá. Beszéltünk a szármagasságról, a sarokmagasságról. Mi az, ami még fontos lehet, mire figyeljünk a vásárláskor? Fontos, hogy megnézzétek, milyen felfüggesztése van a korinak, ez lehet műanyag, ez nyilván könnyíti a korit, viszont oda kell figyelni, mert hamarabb elhasználódhat, főleg így az orrfékezés miatt. Illetve a műanyagnak még előnye, hogy ezekből léteznek ilyen színes műanyagok, mint például ez egy lila, illetve ennek a korinak rózsaszín a felfüggesztése. Ennek ellenében például ennek a korinak fém felfüggesztése van, ez már egy súlyosabb kori, sokkal strapabíróbb a sztény, viszont az ára is ehhez fog alkalmazkodni. Mire érdemes figyelnünk kerékvásárlásnál? Jó egyáltalán az, amit a gyártó kínál a számunkra? Amit legelőször megvesztek korit, valószínűleg egy nagyobb és puhább kerék lesz. Kezdőknél szerintem jó a gyári kerék, amit adnak hozzá, ez beltéren és kültéren egyaránt használható, viszont hogyha leszeretnétek cserélni majd a kerekeket, akkor van egy pár szempont, amire azért ügyelnetek kell. Ilyen például a keréknek a mérete, szélessége, illetve a keménysége. Általában akkor ilyesmi típusú kerekekkel szoktak érkezni, ez egy puhább kerék, látjátok, le van kerekítve a széle, kültéren és beltéren egyaránt használhatjátok. Ezzel szemben a derbi koriknak már egy szélesebb, nem lekerekített, illetve egy keményebb kerekük van, ez nekik a pályára kell a jó tapadás biztosítása érdekében. Mint látjátok, ez egy elég picike kerék, illetve keskeny, szintén lekerekített, viszont ez egy nagyon kemény kerék. A keménységről azt érdemes tudni, hogy általában valami szám és egy albetű jelöli a végén a keménységet. Minél kisebb az a szám, annál puhább a kerék. Ez egy 102-es A kerék, ez egy nagyon kemény, ezt szoktam skateboardba használni. Ezzel szemben ez a kori, a gyári kori, a például egy 78 A-s kerék, ami nagyon puhát jelent. A kültérre azért lesz jó a puha kerék nektek, mert elnyeli a rázkódásokat. Általában a gyári kerék, ami jár a korihoz, az egyaránt használható kültéren és beltéren is. Egyébként hozzátenném, hogy a kerekek is egyénre szabhatóak, például nézzétek meg ennek a márványozott kerekét. Milyen gyönyörűséges. A kereken belül itt az anya mögött vannak a csapágyak, de erről majd egy másik videóban beszélgetünk. Vannak még világítós kerekek, ami egyébként majdnem mindenkinek a kedvence szokott lenni.
ezek mozgás közben szoktak világítani. Ez is egy puhább kerék. Ennek a keréknek a világítós részei azok a keréknek a szélén vannak, de létezik olyan, aminek a futófelületén van az egész. Belül egy mágnes található benne, ezért világítanak menet közben ezek a kis izzók. Mit érdemes tudnunk a fékekről? A kétsoros koriknak kétféle fékjük lehet, az egyik ez a rögzített féle, a másik pedig egy ilyen állítható sorfék. Erről azt kell tudnatok, hogy ez a része, ez majdnem mindig ekkora, és itt belül láthatjátok a csavart, amivel rögzíteni kell. Fékezés folyamán nyilván kopik ez a része, ettől nem kell nagyon megijedni, mi általában forgatni szoktuk rajta a féket, vagy kicseréljük a másik cipővel, de ha már nagyon el van használódva, akkor pár ezer forintért tudtok újat is venni bele. Miben más az állítható a fix fékhez képest? Az állítható orrféknek a magassága személyre szabható, itt ezt ki kell csavarni, illetve utána tudjátok beleforgatni, vagy kifele forgatni az orrféket, ahogy nektek tetszik, meg ahogy nektek kényelmes lesz majd menet közben. Ebből is többféle van, az egyiknek hosszabb a csavarja, a másiknak pedig rövidebb lesz, majd vásárláskor tudjátok eldönteni, hogy melyik lesz nektek jobb. Létezik még a jamplug, amiről majd itt láthattok egy képet. Ez egy ilyen nagyon kis picike dugószerű dugó. Ez egy nagyon picike dugó, amit be tudtok rakni mind a rögzített, pedig mind a állítható orféknek a helyére. Ez a skatedancehez lesz különösen jó, mert a nagyobb orfék akadályozhatja a mozgását a korinak, illetve nektek. Ez a pici dugó pedig védeni fogja a korit is, mint pedig a parkettát is, ahol táncoltok. Orfékből is, mint mindenből, nem csak fekete létezik, hanem mindenféle színes. Illetve a korinak még egy fontos kiegészítője lehet, ez az orrvédő. Korinak az orrára szoktunk tenni, hogy védje a korcsolyát, hogyha elesünk, mert legtöbbször az ember így a korinak az elejét szokta lesúrolni. Ezért van ez rajta, ebből is többféle létezik, illetve tudtok saját magatoknak is csinálni, de pár ezer forint egy ilyen, úgyhogy érdemesebb venni. Mindenki magának dönti el. Az orrvédőnek is többféle típusa van, ez egy például olyan, ami az egész orrát betakarja, a korinak ez egy nagyobb fokú védelmet nyújt az esések ellen. Kiegészítőnek lehet még ez a fajta grind block. Ez skateparkban lesz majd különösen érdemes, amikor valaki csúszkálni szeretne a rámpán. Mi az, amire még szükség lehet a kétsoros görkorcsolyázáshoz? Kezdőknél mindenféleképpen, de egyébként mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy mindenféle védőt hordjon. Én azt javaslom, hogy csuklóvédő nélkül senki se induljon el. Ez például egy gyerekvédőszett, ebben van csuklóvédő, könyökvédő, illetve térdvédő. Nyilván ezek a védők is mindenféle színben kaphatóak, illetve itt a kép nagyon jól illusztrálja, hogy hova kell tenni ezeket a védőket. Előfordulhat, hogy felnőttként nem gyerekméretet szeretnénk hordani. Ügyelni kell arra, hogy van egy mérete, ugyanúgy, mint a ruháknál, SS-től XL-esig van. Ezt mindenkinek fel kell próbálnia és eldöntenie, hogy melyik az ő mérete. Ami még nagyon fontos, az természetesen a bukósisak, ez majdnem minden skateparkban például kötelező elem. Ki is van írva nagyon sok helyen, de ha nincs is kiírva, akkor is nagyon javasoljuk, hogy hordjatok bukósisakot skateparkban mindenféleképpen.